Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Most is találkozunk, és hisszük, hogy az Úr is velünk van, és megáldja ezt az együttlétünket. Gyerekek, most ez alkalommal a kapukról lesz szó, hát főleg két kapuról. Remélem, hogy érdekelni fog benneteket, amit Jézus mondott. Ez egy olyan hasonlat, amin elgondolkozhatunk, és talán meg fogjuk jobban érteni, amit Jézus akar nekünk mondani. Tehát először arról kezdett Jézus a körülötte álló embereknek beszélni, hogy van egy széles kapu, és aztán van egy szoros kapu. Nagy különbség van a két kapu között. Hát milyen volt a széles kapu? És hol is volt ez a széles kapu, és hol is volt a keskeny út? A széles kapu az azt jelenti, hogy az életben nagyon sokan egy rossz úton járnak, és ez aztán veszélyt jelent számukra. Valahogy sokan bemennek a tágas kapun, vagyis a széles kapun, bemennek a széles kapun, és aztán egy rossz életet kezdenek élni. Ez a széles kapu olyan, hogy ide mindent be lehet vinni, a batyúval, a lóval. Volt, aki a ló hátán ment be a széles kapun, más pedig a szamár háton ült, és biztatta a szamarát, hogy menjünk be ezen a kapun, és vannak, akik ott nagyon torakodtak a széles kapunál, hogy bejussanak, mert egyre több ember, özönlött a tömeg, egyre több ember igyekezett bevenni ezen a széles kapun. Nagyon kíváncsiak voltak, hogy mi lesz itt, ezen az úton, és hova fogunk kiukadni, hova fogunk eljutni. Hogyha te elindulsz egy úton, ha bemész egy kapun, akkor te is ugye kíváncsi vagy, hogy hova fogsz jutni. Vannak ugye nagy kapuk itt Budapesten is, ahol, hát ahogy bemegy az ember ezen a nagy kapun, annyi sokféle épület van, számozások, minden is, és nehéz megtalálni a célt. Jézus azt mondta, hogy az életben bizony van egy széles kapu, és hogy nagyon sok ezen a kapun bemegy, aztán egy út kezdődik el. Amikor valaki bemegy a széles kapun, akkor egy nagy, széles út fog előtte állni. Ezen a széles úton mindenféle emberek vannak. A széles úton vannak kis, alacsony emberek, akik kövérek. És vannak nagy, magas emberek, akik soványak, és nagy bajuszuk van, és villog a szemük, és figyelnek jobbra, figyelnek balra. Aztán vannak ezen a széles úton, képzeljétek el, vannak gyerekek is, hogy milyen gyerekek vannak ott. Ordítanak, verekszenek,
rugdosódnak, kővel dobálják egymást. És vannak olyan gyerekek, akik nagyon-nagyon durván viselkednek és beszélnek és tolakszanak. Az egyik ilyen tolakodós gyerek neki ment egy nagyobb fiúnak, aki hát legalább egy olyan 50 centivel magasabb volt, mint ő, és kikezdett vele, és hát csúnyán beszélt. Aztán vannak ezen a széles úton olyanok, akik figyelik, hogy másoknak a zsebben milyen vastag. És ha vastag a zseb, akkor gondolja, hogy ott van a pénztárcája, és megpróbál oda menni, és kicsenni, kilopni, olyan finom keze van, hogy bele tudja dugni a kezét a bácsinak a zsebébe, és képzeljétek el, hogy kiveszi a pénztárcáját, és aztán elszalad. Hát ez egy nagyon rossz gyerek, ez egy nagyon utálatos gyerek. Szerintetek az, ha valaki lop? Mi a véleményetek róla? Nem akarom megkérdezni, hogy ti szoktatok lopni? Ti szoktatok verekedni? És csúnyán beszélni? És szoktatok köpködni? A lányok haját meghúzni? Hát, akik a széles úton járnak, és csúnyán beszélnek, annak, akik még káromkodnak is, akik ezen a széles úton járnak. Aztán lehet hallani nagy lövöldözéseket, dur-dur, nagy lövöldözéseket. Mások tántorognak ezen a széles úton, mert be vannak rugva, és nem tudnak egyenesen menni. Aztán vannak olyan fiatalok, akik drogokat vettek be, és hogy ők is olyan félálmos állapotban van, aztán elesnek a földön, és ott alszanak, és hát tehetetlenül ott vannak. Vannak, akik rosszul vannak. Ez egy csúnya. Ez egy veszedelmes út. Borzasztó, aki ezen az úton jár. Megkérdezném? Te is ezen az úton jársz? Te is bementél ezen a tágas kapun, és a széles úton jársz? Te is? Vannak, akik ezen az úton nótáznak, ordítoznak, kurjongatnak, mindenféle rossz dolgot csinálnak, de nem kívánunk ebből, ugye? Ugye nem kívánunk, mi nem szeretnénk így viselkedni. Mi tudunk viselkedni, ugye? Mi tudunk szépen beszélni, tudunk mosolyogni. Tudjuk azt is csinálni, hogy csillogjon a szemünk. Megmutatjuk a fogunkat, hogy nekünk már van fogunk, és tudunk harapni is. Nos, hát a széles úton, ha széles úton járnál, hagyd ott ezt a széles úton. Hagyd ott. Gondoltál már arra, hogy ott hagyd ezt a széles útat? Mert hova vezet ez a széles út? Hova vezet? Hát a kárhozatba. Hát mi az a kárhozat? Isten azoknak, akik rosszak, és nem bánják meg, hogy rosszak, azok, akik rondán, csúnyán, mocskosan élnek, akik ölnek, verekednek, hisztisznek, azoknak egy szörnyű helyet készített, ezt így hívják, hogy a pokol. Az egy szörnyű, fájdalmas hely, ott az embereket Isten megítéli, számon kéri, el vannak különítve ezek az emberek, és ott nagyon rossz, úgyhogy kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok el azon, hogy,
hogy miért is jártok ti? Miért is jártok ti a széles úton? Aztán van ám egy másik kapu is, ezt pedig szoros kapunak nevezi a Biblia, szoros kapu. Ugyanis régen, amikor állt teljesen a jeruzsálemi templom körül, egy hatalmas kerítés vette körül azt a részt, és 12 kapu volt, és volt a falon egy bejárat, amit szoros kapunak neveztek. Ez a szoros kapu annyira szoros volt, hogy egy teve nem fért át rajta. Egy embernek is úgy fél oldalvást kellett valahogy átpréselni magát. Mert az volt, hogy ünnepnap oda nem lehetett bevinni semmit, se áru, se semmit, hanem csak maga az ember mehetett Isten elé. Tehát volt egy szoros kapu, és hát aki ezen a szoros kapun mégis be akar menni, akkor kívül kellett hagyni minden csomagját. De persze félt, hogy ha kimarad a csomagja, akkor esetleg ellopja valaki. És hogy már úgy mentek az emberek a szoros kapuhoz, hogy letettek minden batyut. Minden terhet, ami náluk volt, ezen a kapun nehéz volt bejutni. De hát fontos volt, hogy az ember ezen a kapun bejusson, ha be akart menni Jeruzsálembe. Úgy van, képzeljétek el, hogy van a szoros kapu, és kívül előtte áll egy kereszt. Kereszt, ahol Jézus Krisztust megfeszítették, és csak az az ember mehet be a szoros kapun, aki az összes batyuját, terhét leteszi oda a Jézus Krisztus keresztje alá. Ami azt jelenti, hogy leteszi a bűneit, a rosszaságot, a durvaságot. Elmondja, hogy Uram Jézus, kérlek, bocsáss meg az én bűneimet. Leteszem most a kereszt alá ezeket a bűnöket. És Jézus megbocsát, és jogod lesz arra, hogy bemenj a keskeny útra. Ezen az úton nincs fegyverropogás, ezen az úton nem járnak részeg emberek. Ezen az úton nem fognak kést egymásra az emberek. Ezen az úton nem csattannak el pofonok. Ezen az úton az emberek szeretettel segítik egymást. Ezen az úton az emberek imádkoznak. Ezen az úton az emberek énekel, dicsérik Isten. Ezen az úton az emberek olvassák a Bibliát. És ezen az úton az erősebbek segítik a gyengébbeket. Ezen az úton, akik járnak, azoknak a szíve tele van hittel és erővel. Ez az út az életre visz, a mennybe visz, ahol Krisztus van, ahol Isten angyalai vannak, ahol mindazok vannak, akik megbánták a bűneiket és elfogadták Jézus megváltójuknak. Tudjátok, hogy az a pokol az egy szörnyű hely, a menny pedig egy örömteli hely, nagyon szép hely, és hogy oda vágyjon a szívünk Isten országába.